Hajni, itt vagyunk, már egy jó ideje kezeltek engem, és itt vagyunk egy második mérésnél, amikor végül is kiderül, amit én egyébként már érzékelek, hogy micsoda változások kommentem keresztül. Most éppen a fitnessbe jövök, úgyhogy azért is vagyok így öltözve. Megfogadtam, sportolok is, illetve ami hozzátartozik, tényleg az étkezésre is figyeltem, meg figyelek, és a napi vízbevitelre is, de most tényleg az eredményeket te látod, mert megtörtént a második mérés, hogy valóban mit látsz papíron. Tükrözi el. Mindenkit az edzésprogramodhoz. Nagyon jót választották, Gabi, mert több dolgban is változást látok. Egyrészt az ödéma, tehát a vízháztartásod az nagyon remekül javult. Uh-huh. Javult az ödéma érték. Uh-huh. Amit látok még, hogy a viscerális területen, vagyis a hasüregeden belül a zsírok, amiket raktároztál, jelentősen csökkentek. Mi az, amit tudnál esetleg itt a hasterületre ajánlani nekem? Tudom, hogy szereted a természetes megoldásokat, úgyhogy a lipokrió eljárásra gondoltam. Ugyanis ez egyáltalán nem terheli meg a szervezetedet, nem áramlik befelé a szervezetbe egy csomó zsír, hanem az immunsejtek végzik el a zsírbontás munkáját, és nagyon biztonságos, lehűtjük őket, és amikor megfáznak, akkor a szervezet önlebontó folyamatai indulnak be. Megsértitek egy picit a sejtet, tehát ezzel a lefagyasztással? Egy kicsit megsérül, kristályos állapotba kerül a hidegtől, és amint a kristályos állapotba került, úgy érzékeli a testünk, hogy azok a zsírsejtek már nem működőképesek, és elkezdi lebontani őket. Aha. Nagyon lassú folyamat, 90 napig tart. Amit én láttam nálad még problémaként, a növekedési csíkok, amik... Igen. Hát igen, ezt még 10-akárhány évesen összeszedtem, mert valóban... Ez nem a terhességgel. Ez nem, hála Istennek azóta nem jött rám, de valóban növekedési csíkjaim vannak, hogy ezzel lehet valamit kezdeni. Így van, a striákra, nagyon jó megoldás, a dermaroller kezelés, hoztam neked egy kis dobozt, meg is mutatnám, csak hogy ne ijedj meg. Jó. A dermaroller kezelés során egy... ilyen eszközzel, egy picike kis mikrotűket tartalmazó rolleres eszközzel tulajdonképpen nagyon sok mikrosérülést okozunk a felületen, és hatóanyagot is juttatunk be. Ezt a szérumot a striák felületének a megújítására fejlesztették ki. Uh-huh. Elkezdenek a striák összépúzódni, és megerősödik ott azon a területen is a kötőszövet, ahol ugye szakadás érte a kötőszöveti réteget, és újraépíti, így van. Nagyon jó, ez is egy természetes folyamat. Az öngyógyító folyamatot használjuk. Uh-huh. Szeretnék neked adni otthonra egy kiegészítő terméket, ami a striáknak a megújulását célozza meg szintén, nagyon sok gyógynövényi hatóanyaggal. Úgyhogy ezt reggel este kérlek, hogy használd. Köszönöm szépen. Jó. És akkor először most nézzük ezt a lipokriót, ugye? Így van. Jó. Hú, most mit csinálunk, Hajni? Ehhez a kezeléshez egy másik mérésre is szükség van. A bőr alatti zsír vastagságát kell megnéznünk, ugyanis azt fogjuk kezelni. Van olyan vastagság, ami alatt nem kezelhetünk. Kérlek, hogy húzd fel, és szeretném megnézni. Uh-huh. Jó. Jó, 28 mm. Ez abszolút kezelhető, és segíteni is fog rajta. Egy kezelés elég lesz, úgy gondolom. Jó. Felteszem a pocidra, és azt fogod érezni, hogy nagyon erősen egy vákum megszorítja a bőrödet, kiemeli. Ezt azért teszi, hogy a hideg az alatta levő szöveteket egyáltalán ne érintse. Megméri a hőmérsékletedet, az aktuális hőmérsékletet, és mindig azt a hőmennyiséget vonja el pontosan a bőrtől, amennyi ahhoz kell, hogy fokozatosan, kontrolláltan le tudja hűteni. 3 fokig fogja lehűteni, ami nem is fagyás tulajdonképpen, csak a zsírsejteknek az, a bőr többi szövete nagyon jól reagál rá, és inkább stimuláló. Végzett a gép, le fogom venni. Oké. Kiváló szépen. Akkor most csak várni kell. Így van.